Már hónapokkal ezelőtt birtokba vehette a közönség a Szeged belvárosában kialakított Lobby Cafét, ám hivatalos megnyitójára az elmúlt napokban került sor. Gulácsi képcsarnok volt itt nagyon hosszú ideig, és hát szeretnénk mindazt az értéket megőrizni, amit ez a képcsarnok közvetített, ugyanakkor egy más környezetben, egy más közegben, egy picit jobban a 21. századra koncentrálva, egy kávé mellett szívesebben nézegetik a képeket, tehát ennek van egy galéria funkciója, ez egy árusító egy, de a kultúrát szeretnénk ide behozni. A farsangi időszak lévén jelenleg állarcos képek díszítik a falakat, és ebből a tematikából rendeztek kamara kiállítást. A festmények annak a szegedi hegedűs tündének a kezenyomát dicsérik, aki egyébként a galéria művészeti vezetője is. Szeretném építeni is azokat a művészeti kulturális kapcsolatrendszereket, amivel előre léphetnek a magyar művészeink. Nyilván itt a térségre gondolva elsősorban a szegedi, a környező hódmezővásárhelyi szentesi művészeket is szeretnénk megszólítani, bevonni ebbe a munkába. A megnyitón a térség művészeti életének kiválóságai vettek részt. Nagy Imre múzeumigazgató kiemelte, az egykori képcsarnok meghatározó vásárhelyi kiállításokat rendezett, és reméli, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódhat. Ugyanakkor az is fontos, hogy ez a galéria nagyon jó helyen van, egy neves kulturális központ közelében. A Röppalota egy olyan hely, ahol a nehézlovasság, koncepciózus kurátori kiállítások keretében megjelenő kortárs művészettel találkozhatnak az érdeklődők, itt pedig a könnyű lovasság, azaz kisebb, lazább, kevésbé komoly összefüggésben, kevésbé komoly és szakmai kívánalmakat támasztó környezetben lehet megismerkedni művekkel, művészekkel és az ő barátaikkal. A vendégek között volt a vásárhelyi Návai Sándor szobrászművész és Zoltai Attila festőművész is, ugyanis a megnyitót követően megkezdődtek a tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a jövőben milyen kiállítások láthatók majd a galériában.